A hónap utolsó napjaiban és a jövő év elején is marad az enyhének mondható tavaszias időjárás térségünkben. Az átlag hőmérséklet az elkövetkező napokban is 10 és 15 fok között várható. Változékony időre számíthatunk, kisebb zápor vagy zivatar csak elszórtan fordulhat elő. Éjjel északon gyenge marad a légmozgás, a hajnali órákban az ország déli felén élénk erős délnyugati szélmozgás várható. Északon előfordulhat párás, ködös idő, emiatt nem árt a közlekedésben az óvatosság. Eleinte keleten lehet borongós és felhős az ég, majd hajnalban erősen megnövekszik a felhőzet, és többfelé főként keleten várható kisebb esők. Péntek délelőtt változékony napos és borongós idő várható, délkeleten eleinte még erős marad a délnyugati szél, majd jelentősen mérséklődik. Az ország északi részén napközben többnyire felhős lesz az ég, helyenként esővel másutt többnyire napos idő várható. Délután északnyugat felől lecsökken a felhőzet, és egyre nagyobb területen süt ki a nap. Folytatódik az enyhülés, a legmagasabb nappali hőmérséklet 10 és 13 fok között alakul. Az év utolsó napján többnyire napos, gyengén felhős idő várható, néhol kisebb esővel, gyenge és mérsékelt déli és délnyugati szélmozgással. Az ország nyugati, délnyugati felén viszont zömmel napos, kifejezetten enyhe időre van kilátás, plusz 10 és plusz 16 fokos maximum hőmérséklettel. A hétfőket sem ígér frontokat, az eddigiekhez hasonló marad az időjárás. Fokozódhat a párásság és a köthajlam, így szürke, kötfelhős, kissé hűvösebb és napsütéses, szokatlanul enyhe területek egyaránt előfordulhatnak az országban. Számottevő csapadék nem valószínű, de a ködben szitálások előfordulhatnak. A régió más országaiban sem kell komolyabb fagyokra számítani, az időjárás vidékünkhöz hasonlóan változékony lesz. A legalacsonyabb hőmérsékletre Kolozsvár és Szófia környékén kell számítani, ahol csupán 6 fok körüli értékeket mérhetnek. Legmagasabb érték Belgrádban várható 14 fok kíséretében, míg a régió többi városában átlagosan 9 és 13 fok közötti értékekre van kilátás.